Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Áldott békességet, szép napot kívánok a kedves együttlévőknek, és egy remek bejelentéssel kezdem, nem fogok vetíteni. Bár mégis Móga Jánosnak nagyon jól sikerült. A következő még mindig műsoron kívüli bejelentésem, hogy elképesztően jó hangulatot találtam itt. A technikai nehézségek ellenére az előzetesen átolvasott, riasztónak tűnő sok cím mögött mindig rendkívül szórakoztató és élvezetes előadásokat hallgathattam. Én általában bölcsészek és zenészek között működöm, és nagyon szoktam magam mondni. Ehhez képest most mindegyik előadáson rengeteg izgalmas dolgot hallottam, gratulálok az előadóknak, és hálásan köszönöm, hogy megmerítkezhettem ebben a egy számomra teljesen idegen, már nagyon rokonszenves területben. Eztán másképp fogom nézni a tájat, bár nyilván nem fogom érteni úgy, ahogy önök értik, de mindestre megdöbbentő, hogy mennyiféleképpen át lehet nézni egy turista szeme helyett szakember szemével egy-egy völgyre vagy hegyre. És ennek kapcsán szeretnék egy apró megjegyzést tenni a ma délelőtti himnusz éneklésre vonatkozólag, amire viszont zenészként, és nem csak a szememet, hanem a fülemet is rá kellett emelnem, szeretettel javaslom a polgármester úrnak, hogy szerezzen be egy olyan felvételt a himnuszból, amelyik énekelhető magasságban adja elő. Az eredeti himnusz opera dalárok számára írta 1844-ben Erkel Ferenc, és abban úgynevezett esztulban van leírva, ez is kérek a opci kifejezését, tehát nagyon magasan az operisták simán kiénekelték az a felső azt, amit manapság egy átlagos kórusnak csak megsüvegel, úgyhogy sürgősebb be kell szerezni egy mélyebb felvételt, vagy pedig hangvilláról úgy kell elkezdeni énekelni, hogy kényelmes alsó beszéd hangon induljon, hogy Isten áld meg, és akkor végig fogja tudni énekelni mindenki. De ez csak egy mellékvágány. Most azt tanították nekem a tanáraim, hogy akkor járok jól, hogyha a cím nem árul el semmit arról, amit fogok beszélni. Ez az utolsó pillanat, egy rendkívül homályos cím, remélem, hogy senki nem sejti, miről lesz szó. De most már kénytelen leszek előhozakodni a farbával, és azzal kezdeni, hogy az első világháború nem csak diplomáciai, közigazgatási hatásokat gyakorolt a magyarországi kultúrára, hanem a kultúra és a művészet különböző területein is rendkívüli befolyással bírt, és egy olyan mozzanatát szeretném ennek a befolyásnak érzékeltetni, megvillantani, amelyről valószínűleg nem sokat beszélnek és nem sokat tudnak, miközben a hatását, az eredményét örvendetesen, ezt kell mondanom, örvendetesen sokan rendszeresen tapasztalják. A történetet persze messzebbről kell kezdeni, a reformkor óta szinte minden művészeti ág megpróbálta a saját maga nemzeti kifejezésmódját megtalálni. Irodalom, építészet, tárgyművészet, tehát iparművészetek, festészet, szobrászat, és persze a zene is. Tudjuk jól, hogy az irodalmárok jártak legelőre ebben Magyarországon, tehát Petőfi és Arany szinte egy időben születtek, 1817-ben Arany, 1823-ban Petőfi. Mind a ketten olyan környezetből jöttek, hogy magától értődő volt számukra, hogy az irodalomban is magyarul kell beszélni, és nem pedig valami nyugatról eltanult csodavilágba fölemelni és megsajargatni benne a magyar nyelvet. A népi kifejezéseket ők hozták be, amelyik szinte egyidős Vörös Marti döbbenten olvasta a soraikat, hogy olyan szavakat használnak, amilyet csak a paraszt használ. Tehát mégiscsak hallatlan az irodalomban. Petőfi és Arany elég bátor volt ahhoz, hogy ezen az úton tovább vigyen a nemzeti nyelven, és bizony nagyon sokat köszönhetünk nekik,
hogy még most is értjük Szenci Molnár több mint 400 esztendeje papírra vetett Zsoltár fordításait. Mert a parasztok megőrizték a mi működőképes, és nem váltották le 40 esztendőnként divatos új dolgokkal, ami bevált. És amire egyébként hajlamos minden nyugat-európai nyelv. Nos, az irodalmároknak ez az előretörése azért is következhetett be, mert Petőfi, ugye Kiskunhalason vagy Kiskunfélegyházán, ez örök probléma lesz, ő született, de mindenképpen paraszti környezetben, és abban is nőtt fel. Arany János Bánátban, Nagyszalontán született, és nagyon sokáig ott töltötte, ugye egész a kollégiumban való elmenetelig ott töltötte ide, és aztán bekerült egy másik magyar környezetbe, tehát nekik volt honnan meríteni. A zenészeknek a tekintetben nem volt nagy szerencséjük. Tessék belegondolni, a két legnagyobb zeneszerző ki volt a 19. században? Nagyosan? Nem mondok egyet. Erkel Ferenc és egy másik Ferenc. Liszt Ferenc. Most kérem szépen, Erkel Ferenc hol született? Gyulán, egy német ajkú tanítómester egyik fiaként. Tudott magyarul, de nem tökéletesen, és hol nőtt fel egy városi környezetben. Aztán elküldték, hogy szerencsére legyen Mozsonyba, és ott járta a gimnáziumot. Mi történt Liszt Ferenccel? 10 esztendősen már fülön fogta az édesapja, elébe elvitte Bécsbe, egy esztendő után elbúcsúzott Magyarországtól az édesapja, bár német ajkú volt, de magyarnak tartotta magát. Doborjáni intéző volt az Eszterházi Uradalomban. Elvitte a fiát, úgy gondolta, Párizsban még többet tudhat. Párizsban, ezt elárulom önöknek, semmit nem tanult Liszt, mert már mindent tudott, amit a párizsi professzorok éppen csak hogy tudtak, úgyhogy nem bírták fölvenni, mert nem volt ki tanítsa. Attól kezdve Liszt tanított, zongorát tanított, és egész életét vagy Párizsban, vagy Weimarban, vagy Rómában, vagy később Budapesten élte le, városi környezetben, illetve Európa összes nagyvárosában hangversenyezett. Mi hiányzott ezeknek az embereknek az életéből? A falusi környezet, a zenei beszélt nyelv ismerete. Egyszer Liszt leírta egy levelében, el kéne menni falura, megnézni, hogy mit énekelnek a magyarok. Meg lehet, tanulnék belőle. Hát meg lehetett volna. De erre nem jutott ideje, szűk 75 esztendő után meghalt, és most is Bayreuthban lehet találni a sírját, aki arra jár, feltétlenül nézzen be a temetőbe. Nos, ezek után teljesen nyilvánvaló, hogy a sors játszik velünk, mert Kodály Zoltán személyében, aki 1882-ben Kecskeméten született, de aztán az édesapját ide-oda helyezgették, mert állomásfőnök volt, illetve a vasúti pénztáros, csomagpénztárok, mindenféle sarzsiai voltak. Egy fél esztendő után szobra, és egy további másfél esztendő után Galántára helyezték édesapját, és Kodály Zoltán gyerekéveit már Galántán töltötte, ami 1920 óta ősi szlovák föld. És ez a galántai időszak erős lenyomatot hagyott Kodály Zoltánba, pedig egyébként a család polgárcsalád volt, kamara muzsikáltak otthon, de a Zoltánnak a legjobb haverjai, mint a bécsi kávéházakban hegedülő cigánybandáknak a perekutya volt, a purnék, azok ott maradtak Galántán, a papa bejárt dolgozni Bécsbe, és ezek a purnék pedig magukkal ragadták ezt az állomás főnöknek a kisfiát, és Zoltán Malac bandája néven fakonalakkal hegedültek a galántai állomáson, minden vonat érkezésekor naponta volt, hogy négyszer is kiálltak a vonathoz, és fogadták a vendégeket, és hegedültek, és közben dügyögtek hozzá, nyilván valami akusztikus élménye is legyen az utazó közönségnek. Nos, Kodály ebben a környezetben nőtt fel, és amikor 1900-ban érettségizett, akkor szülei, hát természetesen a tanárai nagyon kínálták nagyon jó naszérzékkel, respektussal és ajánlásokkal a Budapesti Tudományegyetemre. A szülei határozott kérése volt, hogy bölcsészkarra menjen. Igen, tehetséges volt Kodály nyelvekből, görögből, latinból, OKTV-t nyert, csak akkor máshogy hívták ezt a műfajt. És ezért elsősorban a bölcsészkarra jelentkezett, de a maga mulatságára jelentkezett zeneszerzőnek is. Az a sors fintora, hogy persze zeneszerzőként lett híres, és nem magyar-német nyelvészként. De egy óriási szerencsék nekünk magyaroknak, hogy Kodály
olyan professzorokkal szembesült a bölcsészkaron, akik a tananyag egy jelentős részében magyar népnyelvet tanítottak az egyetemistáknak. A népdalok nyelvezete, a népköltés külön tantárgy volt. A székely népbalodák nyelvezete külön tantárgy volt, mert az irodalmárok nagyon hamar kapcsoltak, hogy a népnyelvre lehet építeni nagyon magas szintű tananyagot. A Királyi Zeneakadémián erről szó se volt. Két magyar zenész között a Budapesti Zeneakadémián az volt kérdés, hogy milyen irányzatot fog követni, a németete vagy a franciát. Ez volt a két lehetséges út. És amikor Kodály elkezdte firtatni a bölcsészkanon, hogy ez rendben van, szépek ezek a szövegek, láthatólag versbe vannak szerve, strófákra osztanak. Hol a dallam? Mindenki a vállát vologatta. Mit tudom én? Hát az az zenészek dolga. Egy bölcsészre tudott zenével írni. Egy volt köztünk, Arany Jánosnak hívták, egy másik, nem én. Arany János, ő összegyűjtötte a szalontai népdalokat, több mint 200-at. Ez később a Sors Viktora, Kodály Zoltán tette rendbe, Arany János népdal gyűjteményét éppen 1912-ben adta ki ennek a Arany János gyűjtötte anyagnak a szerepét és a magyarázatait. Nos, Kodály rákérdezett, azt mondták neki, hát van itt valami Vikár Béla, egy somogyi posos, van egy vikár, az mintha gyűjtene népdalt. Menjen el hozzá, a harmadik emeleten találja jobbra a harmadik ajtót. Elment a hajamat harmadik ajtóhoz, bezörgetett Vikár Bélához, aki gyanakodva fogadta, de amikor látta, hogy ez egy nagyon makacs és nagyon céltudatos fiatal ember, 20 esztendős volt, vagy 21, akkor az bevonta, megmutatta neki, hogy hogyan kell gyűjteni, megmutatta a saját gyűjteménynek a darabjait, sőt, és ez nagyon fontos jelzés, a fiatal vikár, a középkorú Vikár Béla már az 1890-es évek elején, Kodály kérdései előtt 10 esztendővel, elkezdett a korszak legmodernebb eszközével, fonográffal népzenét gyűjteni. Ez döbbenetes ötlet volt. Az egész világon nem használták másra Edison 1877-es találmányát, a fonográfot, mint hogy érdekes eseményeket gyorsan fölvettek vele. Hogy a Ferenc József, mint a megnyit egy pályaudvart, akkor az elfölvették, vagy elvitték a fonográfot tulajdonképpen az öreg Kossuthoz, és az rá mondott egy beszédet, aminek a felét nem értjük már, mert nagyon rossz minőségű a henger. De ezt a nagyon izgalmas, új média eszközt, ezt Vikár már korrekt, tudományos kutatásra használta az 1890-es években. Döbbenetes ötlet volt. És Kodály ebbe a modernségbe kapcsolódott bele, azonnal elkezdett hihetetlen szorgalommal és rendkívüli céltudatossággal, azonnal elkezdett népdalt gyűjteni, 1904-ben már körbejárta a saját gyerekkorának területét, Nyitra vármegyét, különböző Bér, Berencs, Zsére, Farkas, Zsigár, mindenféle kis nyitrai községekben járt és gyűjtött. Az első gyűjtéseit azonnal közreadta, és erre, elnézést kérlek a frivol kifejezését, cuppant rá Bartók Béla egy esztendővel később, és ketten együtt felosztották Magyarországot. Egyelőre nem úgy, mint a trianoniak, hanem oly módon, hogy Kodály a gyerekkorának a vadász területére, elsősorban Felvidékre, tehát Nyitra mellett, Nógrádba, Gömörbe szakosodott, és ott gyűjtötte a népdalokat, meg Észak-Dunántúlon. Bartók pedig, hiszen ő Nagyszent Miklóson, ugye Szent Nikolaou Mare, így hívják most, nagyon szép, azt jelenti szintén, hogy Szent Miklós, Nagyszent Miklós. Tehát Nagyszent Miklóson, Torontál megyében született, ott volt gyerek, utána átkerült Váradra, később Vinohradovra, Nagyszőlősbe, és csak később Pozsonyba. Ő pedig onnan vette a névdalok javát, és ott kezdett el gyűjteni. Nagyon izgalmas és komoly taktikai megbeszélések voltak az első gyűjtés összevetéskor. Nézték, hogy mit gyűjtött Kodály, mit gyűjtött Bartók. És amit közösnek találtak, ami egyforma volt a kettejük Budapesten összeöntött gyűjtéséből, arról világosan lehetett tudni, hogy az a magyar anyag. Ami a kettőben különbözött az északi és a déli között, az föltehetőleg egy kis szlovák, vagy egy kis román, vagy szerb, vagy egyéb hatást visel. Tehát primán kijött, hogy hogy néz ki a magyar népzene, és a Vikár Béla által 1903-ig összegyűjtött 1000 népdalhoz Kodály és Bartók
1905 és 1914 között még további 8-9 ezeret, nem sikerült a pontos számot tudnom, a lényeg az, mire 1914-et beharangozták, nagyjából 11 ezer népdal volt a Nilda gyűjtemény birtokában, döbbenetes mennyiség. Megállunk egy pillanatra, jól állok. Tehát megállunk egy pillanatra, és láthatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy az egész világon körülbelül ugyanannyi népdal gyűjtöttek össze addig, mint Kodály és Bartók egyedül Magyarországon. Felfoghatatlan. Ennek az a történelmi magyarázata, hogy a fonográfot birtokló nyugati nemzeteknél a népdal és a műdal, a népdal és a műzene közötti átjárás már a reneszánsz végén elkezdődött, úgyhogy Schubertnél a német zenetudósok se tudják, hogy a híres az előtt a kútnál egy ódonárfazsú, hogy ez most egy német népdal, amit Schubert feldolgozott, vagy Schubert dala, ami pillanatokat leszűrődött Németországon, és mindenütt éneklik, ahol egy kicsit is tudnak énekelni. Tehát a népdal és a műzene közötti különbsége Európában csak a kis nemzetek tudták felfogni, értelmezni, és ezért, amikor a kis nemzetek nemzeti öntudatra ébredése a népzenészeket, illetve a zenészeket is a népzene irányába hajtotta, akkor itt volt mit gyűjteni, mert itt ez a kulturális összemosódás város és falu között jóval kevésbé játszódott le. Úgyhogy, amikor 1914-ig érünk, addigra kész egy tervezete az egyetemes magyar népzalgyűjteménynek, és készen áll egy kategóriákkal, minősítési szempontokkal, elrendező elvekkel, tökéletesen fölépített, döbbenetes tudományos produktum. Felfoghatatlanul gyors fejlődése egy addig nem is létezett tudományágnak, az etnomuzikológia, persze most szép latin neve is van, a néprajz, a népzene tudomány ebben a pillanatban nyerte el az értelmét, és Kodály és Bartók működésének révén pedig a nemzetközi tekintélyét is. Ugyanakkor 1914, sejthetjük, döbbenetes hatása volt a népdalgyűjtésre, nevezetesen leállította. Ez a kószálás, hogy valaki egy ilyen gyanús, nadrágos ember egy masinával a háta mögött, ráadásul ilyen különleges gépezettel a háta mögött járjon egy faluba, ami haditerület, elképzelhetetlen volt, le kellett, hogy záruljon a népzene gyűjtése, és 1919 után bizony már soha olyan mértékben nem folytatódhatott, mint előtte, hiszen jól tudjuk, a világháború kulturálisan is felrobbantotta ezt a területet. Az az elzártság, amelyben szervesen és érintetlenül fejlődhetett a magyar zenei népnyelv éppen úgy, mint a magyar irodalmi nyelv, a magyar beszélt nyelv, ez megszűnt. Ezek a székely legények, ezeket elhaigálták a világ minden tájára, de Európa minden tájára, az egyik Galíciában dekkolt egy fedezékben, a másik talán az Isonzónál, tehát rengeteg formában zilálta szét az egységes magyar kultúrát, az apró falvaknak a belső kultúráját, az a katasztrófa, amit nagy háborúnak, vagy a második után már első világháborúnak hívunk. Még egy dolog, ami figyelemre érdemes, és ami szintén azt jelzi, hogy az utolsó pillanat, és itt a cím magyarázata, az utolsó pillanat az első világháborúval következett be, nevezetesen, hogy az első világháború után nem sokkal egy nagyon nagy találmány hálózta be az egész világot, a rádió. A rádió és a hangrögzítés. Mind a kettő nyakára teszi a kést a személyes énekes kultúrának, ami a falvakban addig érintetlenül csodálatos módon virágzott ki. Íme az utolsó pillanat, amelyet isteni csoda gondviselésszerű beavatkozásával Kodály és Bartók rendkívüli energiával megragadott és megtöltött tartalommal. Azóta az ő követőik természetesen ezt a gyűjteményt most már majdnem 100 000-es nagyságúvá növelték, aminek persze az is az oka, hogy azóta a technikai feltételek és a mozgásnak a körülményei is jelentékeny mértékben megváltoztak. Mielőtt tovább mennék, hogy a második felét is megvilágítsam a címnek, szeretném, hogyha segítségemre lennének, arra kérem önöket, hogy tegyék le a
eszközeiket, és egy pillanatra álljanak föl. Nem kell sok nehézséget csinálni, emeljék meg a vállókat egy picit, és mozgassák meg. Megrakják a tüzet, mégis elaluszik, nincs az a szerelem, ami ellen múlik. Rakd meg, ha már rakd meg, lobogó tüzedet, hadd melegítsen meg, gyönge kezeibe. Írik a szőlő, hajlik a vessző, modor a levelek. Ha itt szegény legény szántani mennek, mert nincsen. Van veres hagyma, van veres hagyma, a parisszában keserű magában. Szolga legénynek, zselj a szegénynek, nekem is vacsora. Körös fejét kertek alatt, három kislány szabot varad, sejmaj szabot arad a lóvára. Szeretőt keres magát. Által menni, én a viszáll a dikon, a dikon, el a dikon. Ott a dika, ott a dika galambom, ott a dika galambom. Ott a dika városban, a harmadik utcában. Jós rózsa, itt ne felejtsi bolya, nyílik az ablakában. De magos a teteje, jaj, de régen lehullott a levele, jaj, de régen lehullott a levele. Árva madár párját keresi benne. Tessék leülni, nyugodtan. Kérem szépen, nem tetszik elgondolni. Én csak azért nem sírok most boldogságomban, mert férfi ember vagyok, és visszafojtom a könnyeimet, de igazság szerint ez egy döbbenet, hogy egy, elnézést kérek a kifejezésén, mindenhonnan ide szalasztott társaság. Csupa, nem hiszem, hogy önök között nagyon sok földet túró paraszt ember van, aki 80 esztendeje ki se dugta a fejét a faluból, ahol megszületett. Ezek az emberek egy csomó népdalt így el tudnak énekelni. Ki az egyik, ki a másik ének alatt elhallgatott, mert nem tudta, de már az előbb bekapcsolódott, és jól énekeltek. Öröm volt hallgatni. Úgyhogy holnap, majd a koszorúzásnál egy remek himnusszal kezdnek csak azért mondtam el, mert ez bizony, és itt az én könnyeimnek a magyarázata, ez bizony nem kismértékben köszönhető Kodálynak is magatoknak. Mert az Ildiaparás itt a Kárpát-medencében nem azt jelentette, hogy innentől kezdve a sebeinket lázárként mutogatjuk. Nem azt jelentette, hogy programot, életpályát csinálunk a siránkozásból. Hogy jaj, minket miért, most innentől kezdve főállásban keserünk. Nem. Azt jelentette ennek a két fickónak a számára, pedig az egyik Galántai, a másik Nagy Szent Miklósi. Személyes tragédiájuk volt, hogy ott odaveszett a szülőföldjük. És ennek ellenére egy elképesztő munka volt. Kezdtek vele, illetve habozás nélkül folytatták, amit elkezdtek előre. Állítólag, nem ellenőriztem, egy végvári vitéz akkor kezdett el gitározni erőteljesebben, amikor nyílhegy ment a fülkébe, és nem tudta többé kiegyesteni a karját, hogy verekedjen be. És ebből a vallásból elég sok mindent kaptunk. Tehát minden helyzetben, egy nyílhegyel a könyökünkben is használva lehetünk ennek az országnak. És ezt a tudományt nagyon kevesen tudták olyan jól hasznosítani a 20. században, mint Kodály és Bartók. Ők nem csak az utolsó pillanatot ragadták meg, hanem az utolsó utáni pillanatban új alapokkal érték a munkájukat, értéket adtak önöknek, fölépítettek egy új magyar zeneoktatási rendszert, amiben gyökeres jelentősége volt a népdal ismeretének, ennek az áldásos következménye, hogy most remekül tudtunk együtt énekelni, mert semmi úgy nem kovácsol minket össze, közösséggé,
eleven közösségé, lélegző, önálló közösségé, mint a közösen elvégzett munka, vagy a közösen megszerzett élmény. Ez a tudomány, ez mindegyikünkben benne van. Előhívni, az már egy másik kérdés. Ahhoz kell Kodályon, Bartók, vagy Ádám Jenő elképesztő munkája. Létrejött egy új zeneoktatási rendszer, egy zeneoktatási szisztéma, amely az egész ország gondolkodásmódját átalakította. Létrejött egy olyan zeneoktatási rendszer, amelynek a lényegét képezte a népdal ismerete. És amelyben a zeneelméletet a népdal alaptövein tanította meg, egy nagyon jól elképzelt oktatási gondolkodásmód. Tehát a népdalnak az alaplépéseiből vonjuk el az elmélet legmagasabb összefüggéseit is. És létrejött egy olyan zenekultúra, illetve egy olyan zeneszerzői életű, amelynek a centrumában a magyar szöveg és a magyar zenei anyanyelv áll. Egy olyan műfaj, amely a gyerekeknél ragadja meg, a legfogékonyabb és a legígéretesebb korosztálynál ragadja meg a zenetanításnak a lényegét. A gyerekek számára az énekelni való. Tetszik tudni, hogy Kodály gyerekkarai előtt nem volt gyerekkar a világzenei rodalmában? Ilyen, hogy gyerekkari mű, ez Kodály Zoltán 1927-es első gyerekkari koncertje óta létezik. Ez is létrejött, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb történelmi trianoni kataklizma után csak a munka az, ami megoldást hozhat. Kívánom önöknek, hogy a saját életükben ugyanolyan gyümölcsözően találják meg ezt, ahogy Kodály Zoltán megtette. Köszönöm a figyelmet!